ezt legyen kedves még egyszer megpróbálni. Jegygyűrűk között válogat egy pár egy szekszárdi ékszerüzletben. Hosszú idő óta először próbálhatják fel személyesen az ékszereket, mivel az üzlet több hétig zárva volt a koronavírus járvány miatt. Ám a leállás közben is sok megkeresés érkezett hozzájuk, ezért döntöttek úgy, hogy újra kinyitnak, a megfelelő óvintézkedéseket megtéve. A járvány miatt egyszerre csak két személy tartózkodhat az üzletben. Hát nagyon sok kéréssel fordultak hozzánk, sokan megrendelésünk, és vannak vásárlók, akik a javításokért szerettek volna befáradni, és van igény vásárlásra is. Az ékszerbolt, a ruha vagy éppen a sportboltokhoz hasonlóan jelenleg 9-től 3-ig tarthat csak nyitva. Az egyik szekszárdi cukrászda tulajdonosa is hasonló elhatározásra jutott, mint az ékszerüzlet vezetője. Egy hónapos kényszer szünet után úgy döntött, újra kinyitnak és elvitelre készítenek süteményeket, valamint fagylaltot is kérnek igény esetén. Szemessi Judit azt mondja, ez a bevétel éppen csak arra lesz elegendő, hogy kifizesse az alkalmazottait és átvészelje ezt az időszakot. Hát ennek elsősorban ugye gazdasági oka is volt, tehát ugye kisvállalkozóként nem tehetem meg, hogy nincs bevételem hónapokig. Mindamellett ugye alkalmazottjaim vannak, akik ugye egy darabig szabadságon vannak, de utána, hát utána ott volt a kérdőjel, hogy mi lesz. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, érthető a cégek reakciója, mivel ha továbbra is zárva tartanak, tönkre mennek és el kell bocsátaniuk az alkalmazottaikat. Én értem a vállalkozókat is, nekik megvannak a kötelezettségeik, megvannak a vevőkörük, és hát akármennyire ugye, a minimális járulékot kell befizetniük, ezt a havi 7710 forintot, gyakorlatilag semmilyen bevételük nincs, a rezsiköltségeket fizetni kell, az alkalmazottakat fizetni kell, és hát nehezen tudják ezeket kigazdálkodni. A kamara kezdeményezte, hogy minden vállalkozóra terjedjen ki egységes és enyhébb szabályozás, mint ami jelenleg van érvényben. Vagyis azt szeretnék, hogy minden boltnál egységes legyen a nyitvatartás.